Na, szervusztok kedves embertársaim, én Oszkár vagyok, és ez itt a Deadfall Adventures végigjátszásom 11. része, amit valamiért olyan nehéz kommentálni, tehát hogy a feladványok is miatt is ugye gyakran elakadok egyrészt, másrészt nem tudom, valahogy olyan nem jön a számra a gondolat, hogy az agyamba. Töltsük újra, nem rossz fegyó ez, mindegyikre ezt mondom, ugye? Úgy utálom, hogy a játékban itt beakadok olyan irreális helyzetekben. Ez az! Jaj, itt még van valami. Hú, nézd már oda. Ez honnan jött ez elő? Csak úgy, a semmiből. Lőszerügyileg vérteződjünk fel. Mondjuk várja, ez nem rossz az a fegyver. Mennyi lőszer van hozzá? 54. Jó. Akkor ezt megtartom. Dinamit? Úristen. Na jó, akkor keresünk dinamitot. Dupla dinamit. Emlékeztek arra a filmre? Van Damme rendezte, ő is szerepelt benne. Volt egy ikertestvére. Jó. Meg az a színész is szerepelt benne, aki Bólót játszotta a Sárkány közbelép című filmben. Ugye a Bruce Lee-s filmben emlékeztek. Az a kigyúrt kínai. Na ő játszott ebben is. Na persze már régi film. Nem mostanában készült. Nem különösebben jó film, csak hát, hogy nem tudom, eszembe jutott most a dinamitról. Na most várjál. Hát dinamit. Jó, oké, ez gránát. Lehet, hogy a gránát is megteszi. Dynamite, maybe? Mindenképpen dinamit kell neki, hát akkor viszont várja. Gondolom itt fel kell akkor menni. És idefent megkeresni a betevőt, falatot, dinamit ügyileg. Hol lehet itt szerinted dinamit? Úgy tudtam, hogy az a német el fog árulni minket. Hát ugye ez is olyan vicces, hogy a németeket ennyire negatív éllel festik le. Pedig hát annak idején a német az egy, meg hát most is egy nagy nemzet. Tehát tele van nagyon tehetséges emberekkel minden, és akkor ez, hogy így hazugnak állítják be őket, ez valamiért olyan furcsa, mert a németek inkább az egyenességükről voltak mindig is híresek. Oh, dinamit! Na, mehetünk. Dynamite maybe? Na, a magyarok győztek! Ho-ho! Izlanddal szemben is. Igaz, hogy egy-egy lett a végeredmény. És lehet, hogy ez most egy marha egy spoiler volt, elnézést kérek. El kell helyezni még egyet a biztonság kedvéért. Hoppá! Fussunk, hadd lobogjon a hajunk! Jó nagy öt szólt! Dinamit! Megdöglötök! Ajjaj! Na vajon elér-e addig? Nem csak vizet zavart ez a dinamit. Nézd már, mi az ott. Álcsúcson lőttem szegényt, meg se kottyan neki. Picit így hátrahúzta a fejét, menjünk még vissza dinamitért, legyen azért robbantani való dolog a birtokomban. Mert csak az a frag grenade, ami persze nem frag grenade, hanem ilyen német, mit tudom én, minek hívják azt a gránátaist.
De mindegy, akkor megteszi a dinamit is. A dinamit az még talán erősebb is. Bár nem vagyok egy nagy robbantás szakértő. De azt tudom, hogy a dinamit a Bloodban erősebb, mint a csőbomba a Duke Nukemben. Egy lövés, ezt kész. Gondolom, itt úgy kell átmenni, hogy belövöm. Így. Headshot, bitch! Na, remélem ennyien voltatok. Most már valami nehéz feladványítok a rukabi elakadott 8 részen keresztül. Úgyné. Jaj ne! Nem ér semmit a gránátod ellenem. Gránátálló vagyok. Júj! De nem zombi álló. Ne! Mi történik itt? Mi ez? Bogarak? Megúsztam. Jajjaj, hová jár? Van még hozzá egy pici lőszerem, jó? Jó, az a fegyó tetszik, úgyhogy ezt megtartjuk. Megtartjuk. Mer menjek, szerinted? Próbálom beváltani a cucmókaimat. Oh yeah. Fel van oldva valami újdonság. Nem is figyelem, hogy mi ez egyébként, csak így... Valamivel keményebb leszek, hogyha ezt így beaktiválom. Inkább a dinamitnál maradok. Na várjál. Innen még lehet ki fog jönni valami, nem? Hú, de ugranék egy talpast. Már itt van a nyár. A nyakamon. Van egy olyan érzésem. Egy vödör víz, igen. És akkor most mi ebbe kell bele? Ja, ide jó, megjött a feladvány! Köszönöm szépen, hozhatok popcornt, meg kólát, meg mindent, mert itt most biztos, hogy 8 órán keresztül fogok őgyelegni. Egyből. Ez jó. Rohadt jó vagyok. De várj, még lehet, hogy itt lesz valami. Várjál. Inkább itt oldalt megyek, nem középen, mert az veszélyes. Köszönöm szépen. Várjál, mit láttam ott? Semmit. Oh yeah. Nos, mehetünk tova. Houdini. Hajó! Hát ez gyorsan ment. Az ilyet szeretem, amikor lövök és pusztulnak. Let's go! Hogy most nem végtelen a lőszar? Ja, most már végtelenre váltott. Jó van akkor. Ez nem furcsa ez a játék amúgy. Annyira logikátlan dolgok vannak benne. Sok esetben. Hú, mozgás! Animáció nélkül mozgott, láttad? Felrobbantották magukat. Júj! Szabinak szerintem ez a kedvenc játéka, ha nézi most ezt.
Annyira örülök, Oszkár, hogy elkezdted ezt a szarjátékot. Honnan lőnek? Nagyon komoly ez a játék, hallod? Nem, hogy nem rossz, nem rossz, tehát nem veszük annyira szigorúan, csak nem tudom, néhány dolog annyira logikátlan. Jó, hát persze lehet, hogy ez a játék, ez nem annyira izé a realisztikussággal akar, úgymond élharcos lenni, hanem olyan, mint valami akciófilm. Egy hollywoodi akciófilm. Van itt a főhős, akkor megyünk, megmentjük a csajt, közben mindenkit szétlövünk. Rengeteg játék épül ilyen jellegű történetre. Jó ég, mi ez? Hullámvasút. Hullavasút. Ajaj, itt nem lenne jó kizuttyanni. Úristen, mi ez? Fogas kerék. Gyerekek! Szegények. Mindent bevetnek. Kalandos utazás ez mi? Te jó ég. Na egyébként azért nem fogok Twitch-en élőadásokat közvetíteni előreláthatólag. Mert mondjuk tehát ilyen gameplay, tehát most egy ilyen játék az olyan szinten összemosódott lenne. Próbáltam, ott 3500 kilobit per szek a maximum. Ugye Hörbi segített nekem ebben, egy kicsit Facebookon beszélgettem vele. Elmondta az ő beállításait. És na mindegy, szóval nem voltam lenyűgözve igazából. Tehát amilyen játékokkal én szoktam játszani, ahhoz rohadt kevés 3500. Tehát ahol így kell kapkodni a képet, érted? Na, jó, úristen, én nagyon belennék szarva. Fogadjunk, itt lesz a fő ellenség az orrunk előtt is. BOM! Nem. Akkor nem. Akkor tévedtem. De akkor mit kell most itt csinálni? Csak ennyit. Honnan lősz? Au! Na. Háj, de lehet, hogy valami mesterlövész puska kéne. Szerintem azt a kart kell eltalálni. Vagy nem? De. Okos vagyok, ugye? Valóságban én ezt csináltam volna. Nagyon realisztikus az a játék, kitalálja Oszkár gondolatait. Die! Son of a bitch! Hú, egy kicsit azért megszedték az életerőmet. Ami mondjuk nem is létezik. Egyszerűen magunktól meggyógyulunk ebben a játékban. Jó. Miért nem tudok itt átmenni? Nem akarja a játék. Egyszerűen nem ért egyet a gondolatmenetemmel. Na, mi vár itt vajon? Rajájam? Jó kis kommentárt fűzök hozzá, mi? Tényleg még dinamit is van a gatyámban, úgyhogy azt még majd el kell haigálnom. Na, gyerünk, mi van már? Tudod mit? Hát ezt jól elhajítottam, ezt a dinamitot.
Nem nagyon tudnak bántani engem dinamittal, meg semmivel. Ez az. Győzedelmeskedtem. Ajaj. Mi ez egy pisztoly? Minőségi pisztoly. Ho-ho. Jó. Jaj, Istenem. Menjünk erre felfele. Van valami szerintem. Mi ez itt? Nem akartam robbantani. Önkényű ez a játék. Ja, hogy beomlott az egész? Megérte robbantani, mi? Egyet értesz? Ha persze, hogy egyet értek vele, Rossi. Különben nem nézném a videóidat. Vagy igen? Lehet, hogy nem mindenki ért egyet azzal, amit én itt pofázok. Dinamit. Cseppet sem feltűnő helyre elhelyezve. Ez kicsit a Return to Castle Wolfensteinra emlékeztet. Keep talking, comrade. I'm coming for you, even if I have to climb over that crane. Hoo-ha. Ez az, ilyen egyes lövések leadásával lehet egy kicsit pontosabb lövéseket leadni. Nem rossz ez a fegyver. Tögölj már meg! Ah, pont jókor fogyott ki a fegyverből. Lőszer. Muníció. Remélem nem fog megpurcanni, vagy egy kicsit gyógyulni kéne. Mit csinálok én itt fent? Te jó ég. Még egy hír is tudok valakit, aki meg fog lepődni. Ja. Aha. Áááá! Gyógyulni kell. Honnan lőnek? Azt sem látom, hogy honnan lőnek. Ja, onnan! Megy ez. Most mindenkit meg kell ölnöm? De vajon ide kéne feljönni valahogy, nem? Ajjaj, most innen, hogyha leesek. Mire várt ott? Simán fenékbe lőhetett volna. Tiszteli a fenekemet. Oh yeah. Várja, a kedvenc fegyómat vissza. Kérem. Mindenkit kinyírtam.
Még egy hírat le kell engedni. Ja, értem. Ennyi. Harc közben feladvány, azért az már azért nem semmi. Na várjál, akkor hívjuk le a liftet. Ez már egy játék, mi? A javából. Az biztos, hogy sokkal jobb, mint az Overwatch. Na gyerünk! Tehát itt feljövök. Ugye? És akkor ide kell felmásznom. Nem értem. Nem értem. Rakétavető. Vagy nem rakétavető, hanem ilyen gránátvető. Nem rossz. De várjál, nem... izé, várjál. Izét akarom, várjál. Lejönni innen. De várjál, itt is van valami, várjál. Ez most mit csinál? Azt sem tudom, most már mit csinálok. Jó. De most ennek mi értelme van? Valaki magyarázza már el nekem, hogy most miért csinálom én most ezt? Várjál csak, értem már, azt hiszem, hogy értem. Nem áll játék, hallod? És akkor most... Az nekem... Jaj! Az nekem most miért jó, hogy ezt megcsináltam? Jó, neki a pálya! Nem tudok így gondolkodni. Ezen mit értem el, hogy most ide eljutottam, igen, és akkor mi, itt most mi van? Innen tudok eljutni oda. Hogy máskor nem tudtam volna ide feljönni. Ezt viszont nem tudom most mit kell csinálni. Hát szerintem ott felülről kell valahogy bemászni. Nem tudom most ennek mi értelme van. Jó, hát oké, most már ezt itt értem, tehát itt nincs lift. Hát igen, az a volt, tehát oda fel tudok jutni, csak igen, tehát azért kell oda, hogy onnan akkor úgy felmászni. Hát oké, jó, ezt próbáltam az előbb, csak a játék nem engedte. Szóval ezeket a logikátlanságokat nem bírom egy játékban, hogy oké, ott vagyok. Egy centiméterrel magasabb valami, és akkor már azért nem tudom megmászni meg ilyenek. Nagyon nem szeretem az ilyet. Na, igen, tehát akkor itt vagyok. Jó, akkor át kell másznom ezen a akármin.
ezen a Darun, vagy mi ez. Igen, és akkor ide szépen leejtem magam. Átmegyek. Persze ide nem is lehet átmenni, tehát akkor a másik oldalon kell. És akkor igen, innen fogom így leejteni magam. Innen itt át. Fú, de meleg lehet itt, hallod? És akkor most ezen a csövön kéne mennem. Hát nem, most komolyan, ez logikus, nem? Hát ez, a logika ez diktálja, hogy azon a csövön szépen. Vagy ide felmászok, és akkor ott azon belül. Tehát szerintem onnan fogok a fejére ugrani. Hát más nem nagyon látok, hát hogy? Hogy most mi? Azt a darut kéne elforgatnom? Még az is lehet. Hogy akkor nem is kell. De akkor ennek mi értelme van? Ah, Istenem! Meg hogy? Bokaficam. Activated. Na, akkor megyünk még egy kört. Berosálok. Közben megy a nagy harc zene, hogy úúúú, Quatermain, a nagyon okos, az most próbálja megoldani. Ja, Istenem, a dolgokat. Gondolom a könnyű fokozat, puzzle szintjén az olyan, hogy megnyomsz egy gombot és minden animáció szinten megy, mi? Na. Hát megpróbálom. De már ezt is próbáltam, nem? És ráadásul nem engedi, hogy oda bemenjek a játék. Nem, Istenem, engedd el a hajam. Fogadjunk, hogy oda sem engedi, hogy átugorjak, mi? Fogadjunk. De. Jó van, legalább nem purcantam meg. Már ez is eredmény. Quatermain a legbénább akcióhős. Azt hittem, hogy robbanós hordó, de nem. Tévedtem. Na, igen. Na, itt kell valami, de játék logikáját valahogy nagy nehezen kitalálni. Tehát az, ez a útvonal nem működik. Az az útvonal talán működhetne, de hát a játék oda nem engedi, hogy bemenjek. Mert onnan így rá tudnék mászni. Szóval nem értem a logikáját most, hogy mit csinálok rosszul. Ugye ezt itt lehet vezetni, itt alattam, de hát most komolyan. Vagy most hogy? Várj, akkor vezessük még egy kicsit. De most is hol mászok? Levegőben. Ja, meg hogy be van ragadva. Be van ragadva, ennyi. De ennek persze most nincs is értelme, hogy egészen odáig feltolom, mert arról a hídról kell, biztos, hogy a másik hidat is megfelelő pozícióba kell állítani. Na, ez már így jó. Igen, tehát onnan át tudok ugrani arra, és akkor azt a hidat kéne szerintem beforgatni valahogy, de annak hol van a izéje? Az irányító pultja. Másik oldalon azzal ezt lehetett aktiválni, tehát nem tudom. Isten. Ez a játék már inkább fájdalmas, mint izé érdekes, meg kihívó. Mindegy, akkor megpróbálom azt, amit gondoltam eredetileg.
ha engedi egyáltalán, de szerintem nem. Igen, ezt is már próbáltam. Próbáltam én már ezt is, igen. Semmi. Semmi hatás. Mit kell most itt csinálni, könyörgök? Ugorjak fejest a lávába, kínomban. Mit kell? Nem igaz. Nem igaz, innen nem tud átmászni kótömény. Hello. Itt vagyok, nem tudok bejutni. Rosszul. Mennyi idő volt, már rég fejbe lőtte volna a csajt. Valami biztos, hogy valami nagyon triviális dolog kerüli el a figyelmemet. Igen, tudom, már te is unod, kicsi lány. Hú, ez aztán bágos. Valamit a hidakkal kell csinálni. Ez Hoodziher. Mi volt ez? Ja, csak fegyvert váltottam. De ennél jobban nem lehet elforgatni. Ez a izé furcsaság. A másikat kéne forgatni, az meg hát nem tudom, most akkor a másik oldalon van a forgatója. Vagy mi ez itt? Hát akkor csak a másik oldalon kell, hogy legyen. Jaj, Istenem. Istenem. Könyörülj meg. Könyörülj, Istenem. Kérlek, engedd el a hajam. Jaj, Istenem. Nem bírom. Nem bírom idegileg. Na, open it up. Ez megy a nagy harci zene végig. Nekem meg folyik a nyálam. Nem tudom, hogy hogy kell megoldani ezt a problémát. Na, itt biztos, hogy van valami. Az Hoodziher. Igen, szóval ezt már próbáltam ugye. Ezt. Ezzel ezt a főhidat lehet. Tehát az kéne igazából, hogy ezt elforgatni, de ennek hol van a pultja? Hol van a pultja? Hol van? Ne! Lehet, hogy van annak valami... Zé... Aj! Na, leesett. Valami leesett. Jaj, ne! Könyörülj meg a lelkemen!
Szóval ez volt a izé végig a probléma, hogy az a szar ott beakasztott, és ezért nem tudtam ezt arrébb. Ne, ilyet ne. Vajon még át tudok ugrani rá? Hát mindig megpróbáljuk. Jaj, gyerekek! Ez most nagyon fájt, ez a rész nekem. Tudtam, hogy ez lesz. Hol ment a másik? Hagen's probably halfway to Guatemala already. We might as well just give up now and start planning for the apocalypse. Look at me. We will get out of here. We'll follow Hagen to Guatemala and I'll force feed him every last piece of Jó kis komment. Job's not done yet. My, how you've changed, Mr. Quatermain. Let's go. Az csak sikerült bele kényszeríteni ezt ebbe a részbe még azt, hogy működjön a dolog. Three fragments. One in Egypt, one in the Arctic, and one at our destination, the jungles of Guatemala. Dzsungelbe megyünk, gyerekek, következő részben. Milyen szép pálmafa van ott fent. But what's the good of talking? Those who live to see will see. Did the professor tell you about the source of the new information on the heart? You mean how his father was an acquaintance of my great-granddad, Alan? Hell, when he was a kid, the prof even met the old man in... Yes, yes, I know. Get to the point. Easy, soldier. The prof owns a couple of the old man's unpublished diaries. My great-granddad speculates about the connection between the legend of the Seven Cities of Gold and the temples we've been to. Great-granddad Alan thought there are seven temples, and he managed to find six of them before he died. But he didn't find the heart of Atlantis? Or maybe was smart enough not to unite it. That damn German snake. We have to get the heart back. And then our only worry will be what to do on Saturday nights. Alan? Well, I know this little place near a lovely oasis. What the hell? Turbulence, baby? Jókor kezd randizni ő is. James? Jen? Remember those spirals on the map? Spirálsal a térképen. I don't think they were for decoration. There's a giant vortex building up beneath us. Aha, tehát egy örvény. Help me! I can't hold it! We have to jump while we still can! I need to warn the professor! The radio's bright! Come on! We have to go now! Azonnal ugrani kell. Én már kiugrattam, gyere! Hol az ejtőernyő? Hova pakoltuk? Jaj, otthon maradt. De még legalább ugrás előtt kell, hogy kiderüljön ugye ez. Tehát nem az, hogy tudod, milyen arcot vág az az ember, aki kiugrik egy repülőből, és az ugrás után egy másodperce jön rá, hogy nem vettem fel a izét az ejtőernyőt. Megnézném azt az arcot. Hoppá. Úgy látszik, hogy a segges ugrásom az bevált. Megijesztettem a fenekemmel a földet. Well, if you want to give me the kiss of life. In your dreams. I sure hope so. Let's check what's left of the plane. Maybe we can salvage some of the equipment. Na, megint elveszítettem mindent. De ez nagyon szép viszont. Ez nagyon jól meg lett csinálva, hallod. Azt a rohadt. Na, hát viszont ennyi volt ez a rész, kedves testvérek. Szóval, hogyha tetszett ez a rész is, akkor lájkoljátok, osszátok meg Facebookon, Twitteren, iratkozzatok fel a csatornámra. Nem tudom most már meddig fog ezt tartani ez a játék, de remélem nem sokára vége lesz. Sziasztok!